Az Európai Parlament 2022. június 8-án szavazta meg az új dízel és benzinüzemű közúti járművek értékesítésének 2035-ig történő leállítását. Azonban a frissen bemutatott tanulmány szerint ennél is jobban fel kellene gyorsítani az elektromos járművekre történő átállást. A WHO becslése szerint a légszennyezés évente 7 millió korai halálozást okoz, és további több millió egészséges életévelvesztését eredményezi. A szervezet pedig a közúti közlekedés nevezi meg a levegőszennyezés egyik fő forrásaként. Ugyanakkor egy friss elemzésben érdekes kimutatásokat láthatunk. A tanulmány során egy elektromos és egy dízelautó széndioxid kibocsátását számolták össze az autók teljes életciklusára vonatkozóan. Annak ellenére, hogy valóban sok előnye van az elektromos hajtásnak, az elemzés során az derül ki, hogy az elektromos áram, amit az ember beletankol a villanyautójába, közel sem tiszta. Ráadásul az elektromos autók akkumulátorainak előállítása, majd megsemmisítése nagyon környezetszennyező folyamat. No, már is elindult itt a vita a bejátszó közben az urak között. Nem is feltétlenül csak a tényekkel vitatkoztak, amik itt elhangoztak, hanem hogy például azzal a ténye viszont igen, hogy például mennyire igaz az, hogy a közúti autózás függetlenül, hogy elektromos vagy benzines vagy dízel lenne döntő mértékben felelős a környezetszennyezésért. Mert hogy azt mondja Kencsik István, hogy százalékban, hogy néz ez ki pontosan? Akkor nézzük meg a főbb számokat, és akkor egyszerűen tudunk beszélgetni. Hogyha végig gondoljuk, akkor a tényleges teljes közlekedés kibocsátása nagyjából 18-21% között mérhető, mezőgazdaság 20%, elektromos áram előállítása 38%, lakossági fűtés 20%. Tehát, és ebből 6-8% a tisztán személygépkocsinak a kibocsátása. Körülbelül ez a valós szám, amiről kell beszélni. Ezsik István, az ANK elnök, elnézést, elfejtett a bemutatkozással kezdeni, de mindjárt akkor Bérci Balázsnak adjuk, aki elektromos autó szakértő a 101 EV-park képviseletében a szót. Ugye itt volt egy olyan adat is, hogy közel 40% az elektromos energia előállításával kerül ugye szennyező anyaga a levegőbe. Ez mindjárt egy picit árnyalja a képet, mikor arról beszélünk az elektromos autózás mennyire megoldása városok környezetszennyezése ügyében. Nyilván közvetlen az elektromos autó nem, de annak a hajtás energia valamilyen módon mégiscsak előállítással kerül. Mit tudsz felhozni ennek alátámasztására vagy vitatására? Hát én azt mondanám elsőre, hogy én még nem láttam erőművet a város közepén. Tehát, hogyha önmagában, ha már önmagában azt, hogy kivisszük, és nem az én ablakom alá pufog be az autó, és akár különösen mondjuk egy Icarus busz mondjuk, hogy egy csúnyább példát mondjunk, amit nap mint nap látunk itt az utcán, én azt mondom, hogy ha kivisszük, már azzal segíthetünk. A másik, hogy egy erőműben van esélyünk arra, hogy megfelelően szabályozzuk ott a különböző kipufogó gázoknak a kezelését, és ott azért jobban hiszek abba, hogy a különböző ellenőrzések megvalósulnak, mint egy átlagos műszaki vizsgán, egy kis kiütött részecske szűrő, itt egy kis kopott motor, ott stb. Tehát, hogy szerintem ez nem is vita tárgya, hogy lokálisan jobb-e. Hogy globálisan ez egy megoldás, ez egy jó kérdés. De egyébként Knezsik István azt is vitatjuk, természetesen már beszélgettünk azért, hogy mennyire megoldás egyáltalán. Most a környezetvédelemtől függetlenül is az elektromos autó, mert hogy a hagyományos autóknak azért még vannak hosszan sorolható előnyei. Ugye? Én azt hiszem, hogy a következő 10 évben 12 féle hajtáslánc lesz, ebbe egy szereplő a tisztán elektromos autó. Egy nagyon tiszteletre méltó ötlet, én két dolgot gondolok jónak. Egyrészt Balázsnak teljesen igaza van abban, hogy nagyvárosokban, lokális kibocsátásban sokat tudnánk segíteni azzal, hogyha magát az áruszállítást, a taxikat, a sokat közlekedő járműveket, van magyar fejlesztésű kukásautó. Tehát egy csomó dolgot át lehetne lokálisan állítani, és akkor valóban elektromosra, tisztán elektromosra, és ott valóban lokálisan kisebb lenne a kibocsátás, de az egy nagyon-nagyon buta gondolat, hogy nagyon rövid időn belül, akárcsak hogyha az Európai Unió 2035-ös számát nézzük, hogy 1,7 milliárd járművet a világban ennyi időn belül át lehetne állítani
csak erre a technológiára. Itt arról van szó, hogy 35-től kezdve már gyártani nem lesz szabad, vagy forgalmazni nem lesz szabad Európában. Nem így van. Ugye múlt héten, vagy az előző héten az Európai Unió környezetvédelmi minisztereinek a tanácsa a német előterjesztésre magyar kormány és Palkovics László miniszter úr támogatásával azt a döntést hozták, hogy a belső égésű motorok velünk maradnak. Ennek egy feltétele van, hogy ebben a pillanatban, mert ahogy megyünk előre az időbe és a helyzet folyamatosan változik, szintetikus üzemanyaggal lehet megtartani a belső égésű motorokat. Nem a technológiával van baj, hanem az üzemanyaggal, ami viszont... Szerintem azzal sincsen baj, de hogyha nagyon hosszú lenne ez a mai beszélgetés, hogyha baj, őszintén megszámolnánk azt a kibocsátást, ami egy járműnek a gyártásától a megsemmisítéséig tart, én felelősséggel állítom, hogy akármilyen technológiát használunk hajtásra, nagyon hasonló környezetszennyezés lenne a végén. Tehát a akkumulátorok megsemmisítésére gondol, hogy azok is minden, káros anyagot? Minden, így van, tehát alapvetően maga az akkumulátor előállítása, nagyon-nagyon jó szívvel olvastam Gelencsér András rektor úrnak, a Pannon Egyetem rektorának a cikkét nem múlt héten, két héttel ezelőtt, aki lenyilatkozta, hogy az elektromos autó csak az akkumulátor előállítása, amikor a járművet elkezdjük használni, az első 6 évben, és 4-6 évben, elsősorban visszatermeli azt a környezetszennyezést, amit a gyártás során maga az a technológia elszenved. Na, ezzel szemben Balázs mit gondol erről? Nem tudom, ezt én is láttam nyilván ezt a cikket, meg villanyautós fórumokban is benne vagyok, meg stb. Hát nyilván mi hát nem tudsz erre nagyon, nagyon politikusan korrekt választ adni, hogy hát szerintünk azért ebben jó pár csúsztatás és jó pár ferdítés van. Ugye itt szerintem, hát a Churchill mondta ugye sokszor, hogy annak a statisztikának hiszek, amit saját magam hamisítottam, szóval szerintem ebben soha nem lesz egyetértés, hogy most teljesen mit számolunk, bele, mit számolunk bele, mit nem számolunk bele, hogyan van. Valaki például hogy azt mondja, hogy csak ahhoz, hogy annyi kőolajat megfinomítsunk, hogy tudjuk használni a normál autónkban, az alatt annyi energiát használunk el, amivel köszönöm szépen, én 100 kilométert el tudok menni, instant beletöltve az autóval. Ez a problémám egyébként a hidrogénnel is, hogy már önmagában az előállítása annyira hatékonytalan, hogy annál egyszerűbb, mint hogy megtermeljük az elektromos áramot, akár napelemből közvetlenül magunk, azzal persze vitatkozhatunk, hogy a napelemnek magának az előállítása, felszerelése, odaszállítása, stb. Mennyi CO2-t bocsájt ki fölöslegesen? Jó kérdés, hogy fölöslegesen-e. Szóval, hogy annál egyszerűbb megoldás szerintem nincsen erre a megoldása. Ettől függetlenül nem vagyok róla meggyőződve, hogy mindenhol az elektromos autózás lesz a megoldás. Különösen beszélgettünk itt a folyosón előtte, buszoknál, kamionoknál, stb. Ott aztán meg napláne úgy gondolom, hogy igen, nem ez hosszabb távon, hogy az igazi szűk keresztmetszet egyelőre az elektromos autózásban, magam is tapasztalom használva ilyen autókat is, ugye a töltési kapacitás, aminek ezzel kapcsolatban talán Knezsik Istvánnak van még egy felvetése, hogy azzal kapcsolatban van a kétsége, hogy most az 5-10%-os mérték oké, még ellátható, de mikor 50-60-80% lesz, vagy lenne esetleg az elektromos autók aránya, azt vajon hol, milyen kapacitásból lehetne majd tölteni? Válasszuk ketté a témát, először beszéljünk erről, aztán a hidrogénről. Ugye gyakorlatilag 7 milliárd liter üzemanyagot árulnak, forgalmaznak Magyarország kútjain, hogyha ezt a 7 milliárd liternyi üzemanyagnak a kilózsúlyát én átszámolom kilovattra, akkor jelen pillanatban 2 darab paksnyi energiára lenne szükség, és valahogy el kell vinni a fogyasztókhoz. Erre ma sem a magyar, sem az európai hálózatok nem alkalmasak. A kábel keresztmetszet, a rendszernek a teherbíró kapacitása, a szállítása. Alkalmatlan erre. Vannak erre megoldások, lokális napelem, sok-sok gondolat, ami jó irányba vihet. Mondom, ez egyfajta... Ugye annak idején a tisztán elektromos autó ötlete az azért jött, ez egy környezet kímélő megoldásként, hogyha a világ mobilitásának 5%-át át lehetne állítani tisztán elektromos autóra, és okos, tudatos felhasználó használná, és inverteren lógna, amikor neki nem kell, akkor a frekvencia szabályozásban részt vehetnének ezek az akkumulátorok, és nem csak betenni lehet egy akkumulátorba, hanem amikor hiány van,
ki is lehetne belőle venni, és hihetetlen zöld lábnyomban nem kéne csúcserőműveket építeni. Beszéljük a hidrogénről is mindjárt, de erre viszont Balázs szerintem tud egy érvet már, hogy már vannak olyan autók, nem is kis számban, amelyek energiatárolásra, sőt, akár a rendszerben a visszatáplásra is képesek. Vannak természetesen ilyen autók, bár egyébként kereskedelmi forgalma csak korlátozottan kapható, ezt inkább a Sademo szabvány támogatja, tehát inkább a Nissan és az ő társaik, akik ezt támogatják, vagy van egy másik megoldása, a Teslái, aki azt mondja, hogy tegyünk akkumulátort a napelemeink mellé, és egyébként pont múlt heti hír, hogy már virtuális erőműként működnek ezek az akkumulátorpakok, és ha jól emlékszem, Texasban azt mondhatja az áramszolgáltató, hogy hopp, nekem itt most hiányom van, légy szíves, adjatok a ti szanaszéjjel szórt akkumulátoraitokból áramot. Nyilván ebből még egy lépés, mert ugye ez csak 10-20 kWh általában egy ilyen akkumulátornak a kapacitása, ami a házak mellé van rakva. Hát ha mellette parkolna egy 70-100 kWh-s autó, az nyilván nagyságrendileg növelné meg ezt a lehetőséget. Persze akkor meg azt mondanánk, hogy ezek extra használat, akkor az extra degradáció, az hova fog vezetni, hova nem fog vezetni. Nem lehet ezt egyszerűen mondani. Hogy a Hyundai-nak van olyan modellje, amelyet már egy kempingezés során akár fűtésre, az más, világításhoz lehet használni. Igen, persze, de az sokkal kisebb. Egyébként az csak egy megoldás, vagy az inkább egy ilyen úri huncutság, vagy egy kényelemnövelő faktor. Természetesen lehet vele másik elektromos autót tölteni, de arra, hogy a hálózatot stabilizáljuk, arra ez alkalmatlan. Viszont a keresztmetszettel kapcsolatban én azt szoktam kérdezni, oké, most a panelházakat, meg a társasházakat egy kicsit válasszuk le, mert az nyilván egy másfajta megoldás, de azért nagyon sokan családi házban lakunk. És nagyon sokan a mai napig már mindenféle indukciós tűzhelyeket, stb. Használunk, ami ugyanúgy fölvesz 3, 5, 6, 7 kW-ot. És érdekes módon a klíma is megy mellette, mégse halt meg az áramszolgáltatás, és működik minden. Most az, hogy emellett majd nem lesz akkora völgyidőszak, mert majd autót fogunk tölteni. De hogy azért ez nem egy akkora nagy probléma. És azt éjszaka töltjük. És azt éjszaka töltjük, amikor amúgy is völgyidőszak van, és amúgy is lent van a terhelés. Picit áldozat. Még akkor hidrogénre térjünk át, mert ugye tavaly évben már volt egy bemutató itt Magyarországon is a Toyota egyik modelljének, amely hidrogénhajtású, és már egy töltőállomás azt hiszem van is az országban, de ugye ez hosszú távon ugye komoly megint kapacitás problémákat jelent, hogy ezeket komoly biztonsági előírásokkal lehet csak telepíteni. Lehet-e megoldás a hidrogén? Ugye ez egy azért nehéz kérdés, mert ugye van ez a 12 hajtáslánc, amiről beszélek, és az Európai Unió szabályozás, ez össze-vissza megy. És a mérnökök és a gyártók gyárak ugye valami felé mennek, és évek a fejlesztés. Ugye sok személyes haszongépjárműnek van hidrogén változata ma már. Ugye következő kérdés, ha zöld dolgokról beszélünk, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy 2030-ban a világ lakosságának 66%-a olyan helyen fog élni, ahol szennyvízkezelés van. Ha ez igaz, vagy részben igaz, akkor a metánból lehet leginkább energiahatékonyan előállítani magát a hidrogént, és akkor van értelme, miről beszélni, hogy egyfolytában mondom, számoljunk az elejétől a végéig, valamilyen metodika szerint, és akkor a nagy teljesítményű utazás, ami ugye az áruszállításról beszélünk, a tömegközlekedésről, ahol sok energia kell, ott is megoszlanak a vélemények, hogy technológiában alapvetően csinálok egy üzemanyagcellán keresztül elektromosságot belőle, vagy közvetlen egy robbanó motornak a hajtására fogom felhasználni a hidrogént. Rengeteg út van. A legnagyobb baj ott van, hogy valahogy a döntéshozók, és az Európai Unióban van csak ilyen, tehát sem Amerikában, sem Ázsiában nincs ilyen szabályozói környezet, ahol én azt hiszem, hogy a fizika és a kémia törvényeit valahogy nem tanulták meg, akik döntenek. Olyan helyzetet hoznak nekünk, a közlekedőknek és a vásárlóknak, velünk fizettetnek meg olyan technológiát, aminek nem várják meg, hogy nyugodtan kifogjon, és nem tudjuk megmondani, hogy kibocsátás oldalán mi legyen. A gyártók minden időpillanatban meg akarnak és megfelelnek a kötelező környezetvédelmi előírásoknak. Egyébként a járműipar nevében határozottan állítom, és komolyan gondolom, hogy a járműipar tette az elmúlt évtizedben a legtöbbet a károsanyag kibocsátás csökkentésért, mind a gyártás, mind pedig a járműveknek a használatában, de azt azért vegyük tudomásul, hogy itt mindig csak az új autóról beszélünk, nem beszélünk a
folyamatosan karbantartott járművekről. Nem beszélünk arról, hogy már a 15 évre öregedett a magyar járműpark, és hát hogyha ennek a becsületes, tervszerű karbantartását megoldanánk, akkor vélhetően a tényleges kibocsátás, ami még egyszer mondom 6-8%-nyi, tudna kevesebb lenni. Az a baj, lejárt az időnk, újabb 12 perc is kevés lenne. Röviden csak egyébként a karbantartásról, a nyílt Balázs helyett is, de talán egyetlen összegző mondatot mondhatnál, hogy ugye egy nagy előny az elektromos autónak, hogy lényegesen kisebb a karbantartási költség, kevesebb alkatrészből áll, ilyen módon is egyfajta energiatakarékos megoldás. Tényleg csak egy mondat zárásként. Hát egyetlen egy mondat, hogy míg egy belső égésű motor az élete előre haladtával egyre rosszabb kibocsátási értékeket fog hozni, akkor is, hogyha karbantartjuk, mert kopik meg mindenféle probléma van vele. Ugye az elektromos autózása pont ellentétes, mert csak arra fele fog mozdulni a világ, hogy egyre kevesebb CO2-vel termeljünk elektromos áramot, ő pedig köszönjük szépen teljesen jól el lesz. Persze akkumulátor azért még egy nagy nyitott kérdés, de szerintem erre is, ha majd odaérünk, és lesz már elég sok akkumulátor, hogy megéri abba befektetni, hogy ezeket föl is használjuk, akkor szerintem erre is lesz megoldás. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták mindezt. Visszavárjuk Önöket egy később időpontban, szerintem még tudnánk folytatni a vitát. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.